Hamarosan kezdődik egy fórum Tiszafüreden, de Ágnániállal beszélgetünk előtte aktuális politikai kérdésekről. A hét híre volt, hogy benyújtotta Varga Mihály pénzügyminiszter a 2024-es költségvetést. Hogyan látja ez menekülő költségvetés, mint ahogy sokan támadják, vagy ez már egy reális? Ugye egy védelmi költségvetésről van szó, itt egyértelműen az volt a kormányzati célkitűzés, hogy az elmúlt években elért eredményeket megőrizzék, ugye ki is emelte Varga Mihály, hogy például a nyugdíjemeléseket biztosítani akarják, a 13. havi nyugdíjat meg akarják tartani, a családtámogatásokat is meg akarják tartani, emellett ugye a rezsi védelmi alapnak a fenntartása is egy kiemelt cél, de nagyjából arról van szó, hogy ebben a nehéz háborús időszakban stabilizálni akarják a magyar gazdaságot, és értelemszerűen azt is biztosítani akarják, hogy azok a különféle támogatások és elért eredmények, amelyek megmaradtak az elmúlt időszakban, azok továbbra is megmaradjanak. Tehát egy ilyen védelmi költségvetésről van szó, és az is védelmi költségvetés emellett, mert ugye a honvédelemre is jelentős forrásokat fognak szállni, tehát a GDP-nek most már a 2%-a felett lesz a honvédelemre költött költségvetési arányszám. És hát beszélhetünk a pedagógusokról, a közoktatás helyzetéről, egészségügy helyzetéről, tehát itt is lehetett látni a számokat, hogy itt is lesznek előrelépések. Ugye az oktatási, köznevelési béremelések kapcsán mindig zajlik a vita az Európai Unióval, ott egy jelentős béremelés van betervezve kormányzati részről. A mostani nyilatkozatok alapján arra lehet számítani, hogy a pályakezdő tanárok esetében lesz egy béremelés, tehát azt most már kormányzati finanszírozásból megoldják, és mindenki abban reménykedik, hogy sikerül az Európai Bizottsággal megállapodni végre, és akkor onnantól kezdve azok a források megérkeznek, amellyel gyakorlatilag minden tanárnak a bérét el lehet közelíteni a diplomás átlagbér 80%-áig, tehát egyértelműen ez a kormányzati célkitűzés, ez is tárgyalnak folyamatosan Brüsszelben a kormányzati szereplők. Most a Tisza-tó környékén vagyunk, ahol azért látványos fejlesztések történtek az elmúlt időszakban. Biztos, hogy lesznek olyan pályázatok, amivel tovább tud fejlődni ez a térség. Igen, mindenképpen, tehát ugye most egy nehéz időszak van, az uniós forrásokat visszatartják, de ezzel párhuzamosan azért látjuk azt, hogy próbálják a beruházásokat, fejlesztéseket továbbra is megvalósítani, ezeket megcsinálni, tehát amelyeket korábban egyébként beterveztek, megígértek, azokat mind-mind hajtják végre, de azért azzal tisztában van mindenki, hogy a jelen körülmények között nem a nagy bővülések időszaka van, hanem azokkal inkább az a cél, hogy azt a recessziós helyzetet, ami veszélyezteti Európa gazdaságát, azt elkerüljük. Itt az idegenforgalom azért nagyon jelentős, a turizmus. Hogyan látja a külföldiek, bíznak országunkban? Tehát várható, hogy ugyanolyan sokan jönnek, mint esetleg a Covid előtt, vagy még többen? A koronavírus járvány az egy nagy sok hatás volt mindenkinek, a turizmusban is az egy komoly visszaesést okozott. Most az látszik, hogy a belföldi turizmus kezd magához térni, és elkezdtek ismét jönni a külföldi turisták, tehát hiába van egy fajta gazdasági visszaesés az elmúlt hónapokban. Ennek ellenére például a turizmusban az lehet látni, a külföldi turisták jelentős mértékben történő növekedésének köszönhetően az ágazat most bővülni tud, tehát ez egyébként ennek a térségnek is előnyére válhat. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Egészen érdekes a mai fórumnak a címe, erről fogunk először beszélgetni Mohák Dániellel. Miért is ezt a címet adták a Füredi Fórumnak? Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Deák Dániel kollégámmal, barátommal egy munkahelyen is dolgozunk, ami a Megafon, és a mai előadásnak ugye az a címe, hogy mi vagyunk a Megafon. Persze nem mi ketten vagyunk csak a Danival a Megafon, hanem a Megafon az egy hatalmas nagy közösség, akárha csak a munkatársainkra gondolunk, akikkel nap mint nap dolgozunk azért, hogy rengeteg mennyiségű jobboldali tartalom legyen a közösségi médiában, de akár hogyha a Megafonról beszélünk, akkor gondolhatunk arra a hatalmas nagy közösségre, azokra a képzősökre, azokra a Megafon családtagokra, akik már jártak nálunk, részt vettek a képzésünkön, és itt tényleg több száz emberről beszélgetünk, szóval amikor azt mondjuk, hogy mi vagyunk a Megafon, akkor nagyon sok emberre gondolunk, és olyan jobboldali patrióta emberekre gondolunk, akik velünk hasonlóan gondolkodnak Magyarországról, a világról, úgyhogy ez mindig egy nagy élmény egyébként, amikor eljöhetünk Magyarország bármely pontjára, és ott beszélhetünk arról, hogy mi is pontosan az a Megafon, milyen munkát végzünk a Megafon tagjaiként, illetve
az, hogy kik egyáltalán a Megafon arcai, munkatársai és a Megafon család tagjai. És hogyan látja, milyen az érdeklődés országos szinten, hiszen mondjuk járják az országot. Tehát mennyire ismerik önöket, mert hogy nem csak önök, ahogy itt elmondta az előbb is, nem csak önök alkotják ezt a közösséget. Ja, nagyon pozitívak a visszajelzések általában, tényleg nagyon akár a mostani időszakról, hogyha beszélünk, de akár a kampányidőszakban, akkor még többet jártuk az országot, heti volt, vagy több alkalommal is, és bevallom őszintén, nekem mindig nagyszerű élmény az, hogy azokkal az emberekkel találkozunk, akik ugye a közösségi médiában követnek minket. De ugye a közösségi médiában az ember általában hát maximum neveket, illetve egy kis fotót lát, egy profilképet, de mindig jó érzés, amikor ezek a profilképek, nevek valódi emberekké válnak, és ezekkel a valódi emberekkel találkozunk személyesen is, kezet fogunk, váltunk néhány szót, készítünk egy közös fényképet. Ez nekem mindig nagy élmény, mert jó azt látni, hogy húsvér emberek vannak a közösségi médiában is a bizonyos profilok mögött, és mindig egy nagyszerű élmény a találkozás. Szóval én nagyon szeretek jönni ilyen helyekre, találkozni emberekkel, fórumokon részt venni, mert mindig feltölt teljesen, hogy a munkánknak van értelme, és ez sok embernek egy nagyon sok dolgot jelent, úgyhogy ez mindig pozitív számomra. És mi az, amit legtöbbet megkérdeznek önöktől mostanában, hiszen itt említettem már a kampányt, lassan indul az újabb kampány, tehát gondolom azért már sokan esetleg erről is érdeklődnek. Nekem szegezett leggyakoribb kérdés az a hogyan bírok ennyit baloldali politikusokat kergetni, kérdezni őket, beszélgetni velük, és én erre mindig azt szoktam nekik mondani nagyon egyszerűen, hogy hát nekem ez az életem, tehát én ezt szeretem a legjobban csinálni, nem is tudnék szerintem mást csinálni, meg nem is szeretnék mást csinálni, úgyhogy ez a leggyakrabban visszatérő témakör. Azt meg, hogy tényleg az ember véget ér egy politikai kampány, ami politikai szempontból egy felfokozott időszak, hát eltérik egy kis idő, aztán újra egy politikai kampányban találjuk magunkat, úgyhogy ilyen az élet, aki a politikában mozog, tartalom készít, annak sosincs megállás, mert ugye mindig történik valami, mindig reagálni kell valamire, mindig kell valamiről beszélni, úgyhogy hát ez egy ilyen fajta élet. Tényleg persze az annyi az élet, hiszen azért vártunk pár percet, mert éppen aktualizált valamit a közösségi oldalon, azt majd aki akarja, ott meg fogja nézni, de hogyan látja, mennyire aktívak az emberek közösségi oldalukon, tehát mennyire látják reálisan, vagy mennyire kritikusak, vagy éppen nem kritikusak a történésekkel? Szerintem nagyon aktívak, és ez egy hatalmas előrelépés, hogy én azt látom a személyes életemen keresztül, és én már nagyon régóta készítek tartalmakat a közösségi médiában, és azt látom, hogy a jobboldali emberek még régen, hát érezhetően egyfajta ilyen hallgatási spirálban voltak, tehát nem annyira merték elmondani a véleményüket, nem annyira mertek kommentelni, megosztani dolgokat, és már ez teljesen megváltozott. Ma már mindenki aktívan kommentel, megosztja a bejegyzéseket, sőt, ugye a Megafonnak köszönhetően saját tartalmakat is készít egy csomó ember, úgyhogy hatalmas előrelépés történt ezen a téren, úgyhogy ez óriási dolog, ez az egyik legnagyobb dolog szerintem. És ez jelentheti azt is, hogy néhány éven belül a print újságírásnak egy picit lealkozóban van a karrierje, hogy így mondjam, mert már inkább a közösségi médiában él mindenki? Hát nyilván ez folyamatos változás, tehát ahogy volt időszak, amikor mindenki újságot olvasott, volt időszak, amikor mindenki rádiót hallgatott, volt időszak, amikor mindenki televíziót nézett, majd online médiumokat olvasott, ez egy folyamatos változás. Szerintem a kihívás az nem az, hogy most minek áldoznak le, meg mi megy, hanem az, hogy az ember, hogyha szeret tartalmat készíteni, meg szeret ezzel foglalkozni, akkor mindig meg tudjon felelni az aktuális trendeknek, és tudja azt, hogy ezeket hogyan lehet lereagálni. Szóval ez mindig kihívás, szerintem ezt nem ilyen negatív szempontból kell nézni, hanem mindig a kornak megfelelően kell működni és tartalmat készíteni, az embereknek olyan érdekes dolgokat adni, amivel kapnak tőlünk valamit, és kielégíti a kíváncsiságukat. És azt hiszem, hogy a hitelesség fontos, hiszen nagyon sokan régen azért nem bíztak ezekben a közösségi megjelent hírekben, mert nem tudták a forrást, hogy mennyire megbízható. Viszont önöknek köszönhetően is azért ez már egy picit megváltozott, és tényleg ami ott olvasható, az valóban tényekkel alátámasztott. Abszolút így van, tehát nyilván az ember a hitelességét azt egyszer tudja eljátszani, mert hogyha
Hogyha egy ember megszokta azt, hogyha mondjuk követi az én oldalamat, és ott hiteles információkat kap, és az, én ezt a hitelt egyszer eljátszom, akkor nem fog legközelebb visszajönni, és azt mondja, hogy én már egyszer hazudtam neki, akkor ő már nem fogja elhinni egyetlen szavamat. Szóval a hitelesség az természetesen egy fontos dolog, és ügyelni kell rá mindig. Ez persze nem azt jelenti, hogy az ember nem hibázhat, nem írhat néha, vagy adott esetben valamit rosszul. Ilyenkor helyesbíteni kell, elnézést kell kérni, ha ilyen hibát követett el, de ez mondom, ez aki nem dolgozik, az nem követel hibát, szóval ez megtörténhet, de a hitelesség az tényleg fontos, és az embernek olyan emberektől, olyan médiumoktól kell begyűjteni az információt, amit ő hitelesnek tart, nem csalódott még benne, úgyhogy fontos a hitelesség kérdése. Akkor jó és hasznos mai estét kívánunk Önnek itt. Nagyon szépen köszönöm. Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai Polgári Est rendezvényünkön. Megszokhattuk már, hogy időnként Tiszafüreden itt a jobboldali közösség összegyűlik. Meghívunk előadókat, és aktuálpolitikai kérdésekről beszélünk. Ez ma sincs másképpen, úgyhogy szeretettel köszöntöm a ma esti vendégeinket. Elsőként F. Kovács Sándor országgyűlési képviselőnket. Deák Dániel urat, a 21. század intézetvezető elemzőjét és a Megafon Központnak a véleményvezérét. És Bohár Dániel urat, aki szintén a Megafon Központnak az oszlopos tagja és a Pesti TV oknyomozó riportere már volt. Köszöntöm Huba Imre vármegyei elnök urat. A polgármester hölgyeket, polgármester urakat és tényleg minden kedves megjelent vendégünket. A mai témánk, ahogy mondtam, aktuál politikai kérdésekről fogunk beszélni, de mielőtt elkezdenénk, megadnám a szót F. Kovács Sándor képviselőnek. Köszönöm szépen, polgármester úr! Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök annak, hogy két ilyen jó előadót hallgathatunk ma este, hiszen azért jó előadók, meg igazából azért kedveljük őket, mert azt kérdezik meg, amit mi szeretnénk megkérdezni, csak sokkal jobban, sokkal bátrabban és sokkal humorosabban. Hiszen a kérdés feltevés is, hogyha megfogalmazódik bennünk egy kérdés, azt jól kell feltenni. Úgy kell feltenni, hogy már maga a kérdés is súlya legyen. A kérdésnek is legyen üzenete. És hát bátorság is kell ahhoz, mert sokakban nincs bátorság, hogy olyan közszereplőket kérdeznek, és nem hagynak békén, akiktől szívesen kérdeznénk mi is, és olyan frappánsan, mint ők. És kicsit a mai estén szerintem ebbe a kulisszatitkokba egy kicsit beláthatunk, mert van az, ami lehet a közösségi médiában látni, lehet, amit a videókon lehet látni, azokat a kérdéseket, de azért annak van eleje, van hátulja, vannak olyan pici részletek, amik kimaradtak a felvételekből, tehát hogyha ebből a kulisszatitkokból egy kicsit láthatnánk, és igazából a kezünket rajta tarthatnánk itt a magyar politika ütőerén, akkor szerintem nagyon sok élménnyel, nagyon sok tapasztalattal, nagyon sok jó sztorival tudnánk távozni. Úgyhogy nekem is majd lesz kérdésem, és egy kicsit ilyen interaktív módon szeretnénk ezt a mai estét folytatni. Először polgármester úrral a két előadóhoz kérdéseket feltenni, de egy kicsit szerintem beszéljenek a munkájukról, beszéljenek arról, hogy mit látnak a politikai életben, és a végén olyan 9:30, 9:45 felé, akkor a közönség kérdéseire is szó fog kerülni, és azért mondom, hogy 11-nél tovább nem maradunk, mert az igazgatónő mondta, hogy be kell zárni a művelődési házat, így van, és addig van lehetőségünk. Tehát lesz a végén kérdésekre lehetőség, pörgessük a dolgot, egyetlen egy dolog akadályozhat meg bennünket az idővel való bőven időszórásával, az, hogy a vacsora időre mindenkinek haza kell érni. Úgyhogy én át is adnám a szót, nem tudom, Dánielnek adnám át a szót. Halló, hallanak? Vagy? Igen. Amúgy is jó a hangom, szóval. Csak viccelek.
Szóval, hát nagyon szépen köszönjük a meghívást, köszönjük szépen, hogy ezen a szép vidéken lehetünk, pont amikor Danival leültünk itt az M3-as autópályáról, és közeledtünk a Tiszató felé. Láttuk, én bevallom őszintén, én balatoni gyerek vagyok, szóval a Tiszató az egy viszonylag ritkábban látogatott régió számomra, de tök jó volt látni azt, hogy mennyi fejlesztés, mennyi fejlődés látható itt a kisebb településeken, úgyhogy ez egy jó hely. Tehát, hogy nem tudom, hogy tudták-e, de egy jó helyen élnek. Tehát ezt itt az elején szerintem fontos leszögezni, hogy Magyarországnak ez egy szép tája, úgyhogy gratulálok, szép helyen élnek. Na de a kérdésre, vagy arra, amire utaltál, hogy mik is vagyunk mi, meg mit csinálunk mi, meg hogyan működünk. Ja, mi mindketten a Danival, igen, majd szóljál, hogy valamit rosszul mondok, hogy... igen, de egyébként úgy szokott lenni, hogy ő mond valamit, és én javítom ki. Szóval, hogy mi mindketten a Danival a Megafonnak a munkatársai vagyunk, ugye alapvetően ez egy... Nem tudom, hogy a Megafon az itt az embereknek megvan-e, éppen emiatt azért mesélnék néhány szót a Megafonról. Ugye a Megafonról szerintem a legtöbben azt tudják, hogy vannak véleményvezérek, akik a Megafon munkatársai, ilyen például a Dani, ilyen vagyok én is, de a Megafonnak van egy nagyon fontos másik lába, vagy egy nagyon fontos másik feladata, ami a digitális térben működő harcosok képzése, összegyűjtése és motiválása. Ez egy nagyon fontos feladat, és én itt elmesélnék egy rövid történetet, amit az életem során tapasztaltam, hogy miért annyira fontos. Nagyjából már ilyen 10 éve, tehát 2013 óta készítek tartalmakat hát leginkább Facebookra, akkor még azért a Facebook volt szinte az egyedüli olyan tartalom szolgáltató, ahová lehetett tartalmakat feltölteni. És 2013-ban, tehát 10 évvel ezelőtt nagyjából úgy nézett ki ez a Facebookos tér, hogy készítettem egy videót, amit nem fogják elhinni, egy baloldali politikust kergettem, tehát nálam ez egy ilyen régi szokás, tehát nem idén kezdődött, és feltöltöttem ezt a videót, és mi történt? Jöttek a baloldali trollok, jött a baloldali troll hadsereg, kb. És teljes mértékben megpróbálta elvenni a kedvemet ettől az egésztől, hogy folytassam, mert szétaláztak, szétgyaláztak, szétrolkodták a bejegyzést. Én meg ott egyedül próbáltam védeni, hogy hát de szerintem azért, még volt régen ilyen politikus, most aki hirtelen eszembe jött, hogy Szanyi Tibortól szerintem ezt meg lehet kérdezni, meg stb. Így próbáltam védeni a saját kérdésemet, de hát hiába, mert ugye sokkal többen voltak, és sokkal hangosabbak voltak. És mi történik ma? Ugyanilyen helyzetben feltöltök egy videót, én így hátradőlök, felteszem a kezemet, ha jön esetleg még egy baloldali troll, akkor jöttök ti, jönnek önök, és szétoltják ezeket az embereket, hogy elmegy a kedvük nem az én oldalam nézésétől, hanem lehet, hogy Facebookozástól is elmegy a kedvük. És hogy ezt az elmúlt néhány évben nekünk sikerült közösen elérnünk, mert hogy ebben nektek ugyanakkora szerepetek van, mint nekünk, ez fontos tudni, ez egy óriási dolog. Tehát az, hogy sikerült ezt a hallgatás spiráját áttörnünk, együtt feltörni, ez egy óriási dolog, és én egyébként azért szeretek leginkább ilyen fórumokra járni, mert amikor az ember készíti a tartalmait, feltölti a Facebookra, akkor ugye ott lát kommentelőket, lát neveket, kis ekkora profilképeket, de ugye nem tudja alapvetően élő emberekhez kapcsolni ezeket a profilokat, és nekem mindig egy hatalmas öröm, hogy itt is vannak gondolom olyan emberek, akik amit szoktak kommentelni, és akkor ide jönnek hozzám, és elmondják, hogy az a videó nagyon jó volt, meg az, tehát ugye ez nekem mindig egy feltöltő élmény, úgyhogy ez egy hatalmas dolog, úgyhogy hát mi ezzel foglalkozunk egyébként a tartalomkészítés mellett, hogy ilyen közösségeket alkotunk, és egyébként itt a teremben ülőket is nagyon sok szeretettel várjuk a Megafon családba, a Megafon képzésre, mert olyan dolgokat tudunk átadni, tudunk megtanítani, amivel jól lehet bánni a közösségi médiával. Én sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én budapesti vagyok, szóval nekem viszonylag közel van a Tiszató, nem az ország túloldalára kell ide utazni. Nekem Abátszalók az egyik kedvenc helyem a Tiszatónál, most is nemrég voltam itt, szóval viszonylag sokszor járok ide. Jobban szeretem egyébként, mint a Balatont, mert nem annyira zsúfolt, tehát sokkal,
sokkal élhetőbb a környék. Én balatoniként azért nem fogom ezt mondani, ne haragudjatok, de szép ez is már, mint mondtam. Igen. Én ugye elemzőként dolgozom most már, hát 11 éve, szóval most már viszonylag hosszú ideje, és a Megafonnak most 2 éve vagyok a tagja, és én még 2006-ban kezdtem el érdeklődni a politika iránt, akkor 14 éves voltam, és azért 2006, mert ugye akkor volt az összödi beszéd, akkor voltak a nagy tüntetések Budapesten, és édesanyámmal kimentünk, még emlékszem, mind a mai napig itt van a szemem előtt, hogy kimentünk a Fidesznek az október 23-ai nagygyűlésére, és akkor azt követően, amikor szétvált ugye a nézőközönség, és mentünk hazafele, akkor jöttek ugye a vízágyúk, jöttek a gumibotok, jött a könygáz, és mindenféle ilyen eszközzel bevetettek ugye az emberekkel szemben, a békés demonstrálókkal szemben az akkori rendőrség részéről. És hazamentem, bekapcsoltam akkor a tévét, ugye akkor még nem volt okos telefon, nem volt, akkor még nekünk internet sem volt bekötve, tehát nem volt semmi más lehetőség a tájékozódás iránt, hanem a televíziót lehetett csak bekapcsolni, és emlékszem, hogy az RTL klubban aznap este ment a Heti Hetes című nagyon nagy érdemű műsor, és akkor ott elkezdték mondani, hogy ez egy igazságbeszéd volt, itt ugye ilyen csűrhe van csak kint az utcákon, egyébként Gyurcsánynak igaza is van, tehát ez tényleg az a helyzet, amit ő ott mondott, tehát ugye mentegették, próbálták ugye folyamatosan azt mondani, hogy egyébként ő egy szent ember, és nem is értik, hogy miért tiltakoznak vele szemben. És akkor bennem megfogalmazódott akkor, hogy én az akarok lenni, aki oda megy, és elmondja ezeknek az embereknek, hogy hazudnak, és hülyeség, amit mond, és el akarom mondani azt az álláspontot, amit én gondolok. És akkor 18 évesen rögtön elmentem az egyetemre a politológia szakra, 19-20 évesen is kezdtem dolgozni még akkor a Nézőpont intézetnél, és azért is csatlakoztam a Megafonhoz, mert nagyjából egy ilyen érzése volt az embernek még 2-3 éve, mint ami nekem 14 évesen volt 2006-ban az összödi beszéd időszakában, hogy az interneten, a közösségi médiában is az van, hogy ott valaki jobboldali gondolatot elmer mondani, vagy szembe mer szállni mondjuk valamelyik baloldali politikussal, akkor ott rögtön a földbe döngölik, és nincsen meg az a közösség, ami mondjuk a húsvér valóságban megvan. És elkezdtük csinálni, azt vettük észre, hogy gyakorlatilag fél év alatt 100 000-es nagyságrendben sikerült aktivizálni embereket, mert mi a helyzet, ott is sokkal többen voltunk, mint egyébként ők, csak nem voltak aktívak a jobboldal részéről. Ez bekövetkezett, és most már gyakorlatilag rommá vannak verve, tehát fontosan a panaszkodást halljuk, hogy ők el vannak olyan nyomba az interneten is, és gyakorlatilag semmilyen lehetőségük nincsen már ott sem, és ugye jönnek most már egy különféle retorzióval való fenyegetések, most a legújabb az, hogy Brüsszelbe mennek emiatt is, hogy ott nem tudom, valamilyen új szabályt hozzanak, hogy betiltsanak minket, vagy nem tudom, ellehetetlenítsék azt, hogy mi működjünk, tehát bárhatóan arra készülünk mi is, hogy a következő választási kampányra már valami kifonat találni, és akkor lesz valamilyen új uniós szabály arra vonatkozóak, hogy mondjuk nem lehet politikával foglalkozni az interneten, vagy nem tudom, már ilyesmit is kifonat találni. De nem adjuk fel, tehát fontosan küzdeni kell, mert a jövő évben is lehet választás, és 26-ban is most már 3 év múlva itt lesz egy újabb parlamenti választás. Imre, akkor közönségek megállapíthatjuk, hogy ti vagytok a jobb oldal Potyondi Edinája és Puzsér Roberté. Csak Dani a Potyondi, meg a Puzsér, akkor így egyezünk. Csak sokkal jobb minőségben. Mielőtt átadnám polgármester úrnak a szót, mert úgy beszéltük meg, hogy kérdéseket teszünk fel, úgyhogy bizonyára vannak emlékezetes esetek. Ez az üldözős videó, én azt gondolom, hogy már külön műfajt teremtett. Talán ennek a legklasszikusabb példánya az volt, amikor még néhány évvel ezelőtt, amikor Gurmai Zita az italboltba menekült be, de tényleg egy külön műfaj lett itt a politológiában a mikrofon elől elmenekülő politikusok, úgyhogy bizonyára vannak igazából nagyon érdekes esetek, hogyha majd néhányat ilyet megosztanátok, de Imre is szerintem akar kérdezni valamit. Mindannyian mondunk valamit, mint a gyilkos emléknyomozó csoportjának tagjai. Igen, hát izgalmas múltam van nekem is ilyen szempontból. Ugye 2006-ban, amikor, amit Dani mondott, hogy
hogy akkor szembesült ezekkel a Pesten zajló dolgokkal, mi akkor csináltuk itt meg Tiszafüreden a fidelitás csoportot. Még akkor Varga Mihály volt az országgyűlési képviselőnk, és az Ady Endrén úton volt a Fidesz iroda. És Debrecenben tanultam akkor én is az egyetemen, történelem politológia szakon, 2005-ben végeztem egyébként, és miután megalakítottuk a fidelitást, hát felgyorsultak az események, és visszajöttem Tiszafüredre, és itt az egyik helyi televíziónál kezdtem el dolgozni, mint riporter. És lehetőségem volt nekem is Vadai Ágnessel riportot készíteni, ha megállt volna. És az itteni MSZP irodából ajtajában vártam, és ment a megbeszélésükről az Audihoz, még akkor honvédelmi államtitkár volt, és hát hiába üldöztem, nem tudtam utolérni, és majdnem rám csukta az ajtót, úgyhogy így kezdődött az ismerkedésünk, és utána, amikor legközelebb jött, és próbáltam vele interjút készíteni, azt mondta, hogy fiatalember, ne jöjjön hozzám közel, mert veszélyben érzem magam. Ilyen veszélyes alak voltam 24 évesen. És hát ez nagyon jól sikerült ez a riportunk akkor, próbáltunk ugye valamit kihozni belőle, hogy végül Sanyi akkor még a karcogi Fidesz kampányfőnökeként biztos emlékszel rá, ez karcogon bemutatásra került, és akkor büszkék voltunk, hogy azért Tiszafüreden is elkezdődött valami. És hát azóta sok minden történt, azért Jászai Kunszfónok megye 3-as választókerülete képviselteti itt most magát, és arra büszkék vagyunk, hogy itt ciklusról ciklusra azért megmutatjuk, hogy kivel kell számolni, és most a legutóbbi választáson Sanyi, talán jól mondom, az első 10-ben volt a legjobb eredménye. 9. volt a 106 egyéni választókerület közül, és ez korábbiakban is mindig így volt, az első 10-ben rendszeresen ez megtörtént, úgyhogy ez nem mindig egy küldetés, ha választás van, hogy az első 10-ben kell szerepelni, és gyakorlatilag itt egymással versenyezve településekkel próbálunk jobbnál jobb kampányt lebonyolítani, úgyhogy elmondhatjuk, hogy szagoltunk már puskaport, és akkor most megengeditek itt Tiszafüred, de még itt csak hazabeszélek, azért volt egy-két izgalmas választásunk, itt az első sorban ülnek képviselőtársaim. Hogy Dani is említette, lesz ugye választás jövőre, mint tudjuk június 9-én, és hát bennünk még élénken élnek a 2019-es választás emlékei, volt itt minden, és hát tudjuk, hogy akkor az összeellenzéki jelölt ki volt, és most Egerben boldogítja a népet, és Egerben éppen a szakmaiságát csillogtatja. Egy szó mint száz, az mindig nagyon fontos, hogy küzdeni kell, és azt megtapasztalhattuk, hogy a 2006 óta csinálunk kampányokat, én akkor még Varga Mihály kampányfőnökeként kezdtem, majd utána voltam Dr. Fazekas Sándornak, most pedig Sanyi a főnök, hogy úgy mondjam, és azért azt látható, hogy a hagyományos kampány eszközök mellé hogy kúszott be az internet, hogy kúszott be a közösségi média, és mi is nem egyszer próbáljuk azt elérni, hogy a hagyományos eszközök mellett mi, mint kampánycsapat és kampánytechnika számoljunk a Facebookkal, és talán most jön egy olyan választás, amikor még inkább számolni kell vele, és méghozzá olyan terepen, ami nekünk sosem ment, hiszen tudjuk, hogy ilyen csoportok, amik létrejönnek, ilyen bosszankodó csoportok, amelyekben előszeretettel gyalászkodnak, és csak az ő véleményük számít, és a mieinket, akik megpróbálnak megvédeni, ugye kitiltják. Ilyennek számtalan helyen jönnek létre, és bizony szervezettem. És mi sokszor azt mondjuk, hogy jaj, mi nem szólalunk föl, mert ez a stílus nekünk nem. De mindig azt tanultam, Karcagról jött az info, és ezt magaménak is vallom, hogy sosem enged át a terepet az ellenfélnek. Sosem enged át a terepet egy rendezvényen, ugyanúgy a város utcáin sem, és ugyanúgy a közösségi térben sem. És ezért kell, és helytelen az, hogy mi feltartjuk a kezünket, és hagyjuk, hogy bennünket mindenféle úton, módon gyalázzanak, itt csak az ő igazukat mondják el, és én nagyon örülök annak, és azért tartom nagyon nagyra a megafonosok munkáját, és kísérem figyelemmel mind a kettőtök oldalát, és jókat mosolyogok azon, amikor most legutóbb ugye főpolgármester urat szórakoztattátok, és ilyenkor az emberbe felmerül az, hogy igen, nekem is volt ebben részem, és most vajon milyen érzés nekik ugyanez, és ugye sok más politikus társam is részesült már ebben, amikor még a baloldali média volt túlsúlyban, és nagyon fontos az, hogy legyenek ilyen megafonhoz hasonló jobboldali közösségek és jobboldali véleményvezérek, akik képviselik ezt azon a fronton, mert az nagyon fel fog értékelődni, és egy nagyon komoly terep lesz majd a
2024-es Európa Parlamenti és önkormányzati választáson, úgyhogy azért is örülök annak, hogy sokan itt vagyunk most, fiatalok is, idősebbek is, mert szinte mindenkinek életkortól függetlenül van már valamilyen közösségi oldalon, Facebook oldalon, vagy profilja, és össze kell fognunk, és használnunk kell, és igenis meg kell mutatnunk, hogy ott is mi vagyunk az erősebbek, nem csak az utcán. Nehéz terep egyébként, és talán erről ti tudnátok jobban beszélni, hiszen a jobboldali hangadókat, azokat letiltják rendszeresen, politikusokat, még akár egy amerikai elnököt is kitiltanak, leszednek, láthatjuk, de a te oldaladat is már egyszer, nem is egyszer, talán háromszor. Légy szíves, erről beszéltek, hogy ez ellen esetleg, mert én is éreztem már, hogy néhány napra, egy hétre nem volt elérhető az oldalam, kirakok egy posztot, alig dobja föl, tehát hogy azért itt dolgoznak a háttérben. Igen, teljes mértékben így van, ahogy mondod, de egyébként meg is válaszoltad a kérdésedet, mert hogy azért az a helyzet, hogy a politikai csata ma már a közösségi médiában zajlik. Tehát ezt lehet nem így gondolni, lehet félváról venni, de ez a helyzet. Tehát ez tény. Tehát ma már a választások egy jelentős része az a közösségi médiában dől el. Azért mondom, hogy jelentős része egyébként, mert akár az ilyen estéknek, akár a politikusok által elvégzett offline, tehát a valódi életben zajló tevékenység az ugyanannyira fontos. Tehát, mit tudom én, Karácsony Gergely például a legjobb példa erre, hogy Karácsony Gergely egy igazi Facebook politikus, aki Facebook posztokban politizál, de egyébként a valódi életben nem csinál semmit lényegében. És ez az embereknek egy idő után, legalábbis én bízom benne titkon, hogy fel fog tűnni. És azért fontos az, hogyha valaki politikus, akkor erre az egyensúlyra mindig nagyon ügyeljen és figyeljen, hogy legyenek ilyen estek, de ugyanolyan aktív legyen a közösségi médiában is. Mert tényleg az a helyzet, hogy a politikai csaták azok a közösségi médiában zajlanak. A Covid óta, tehát a koronavírus járvány nagyon durván megváltoztatta az emberek tartalomfogyasztási szokásait, mert a még előtte mondjuk arányaiban a begyűjtött információ, hírek, azok a hagyományos médiumokból érkeztek leginkább, tehát online médiumokból, tévéből, rádióból, stb. Addig a koronavírus járvány, ugye mivel minden információ a közösségi médián keresztül érkezett az emberekhez, rászoktak az emberek a közösségi médiára, Facebookra, YouTube-ra és a többi platformra, ezért ma már nagyjából a politika fogyasztó emberek 70-80%-a a közösségi médiából gyűjti be azt az információt, ami befolyásolja a politikai véleményét. Ez mit jelent, hogyha mondjuk kivonulnánk egy olyan térből, ami a közösségi média, akkor lényegében ezt a csatát ezt így át is adtuk volna nekik. Ilyet nyilvánvalóan nem lehet tenni. És a kérdésed másik fele, hogy tényleg az a helyzet, hogy a jobboldali hangoknak hát nagyobb, tehát hogy a fociban szokták mondani, hogy nem nekik lejt a pálya, hát nem nekünk lejt a pálya, de a jobboldali ember azért olyan, hogyha összeszedi magát, és valamire nagyon koncentrál, és sok energiát fektet bele, akkor sokkal jobban fogja csinálni, mint a baloldali, hogyha a fején áll a baloldali, akkor is. Ez mindenre igaz. Tehát ez a tartalomkészítésre, az életre, a városvezetésre, bármire. Hát ezt tapasztaljuk ezeket a mindennapokban. Szóval, hát mi azt csináltuk a Megafonnál, hogy felszívtuk magunkat, utána néztünk, hogy ezt hogy kell jól csinálni, és hát megcsináltuk jól. Erre mondanék nektek egy konkrét példát, ha már a Dani jött el velem, nem találtam jobban, de hogy a... viccelek, szóval, hogy a Dani jött el velem, a... ja, igen, az ő kocsijával jöttünk, de hogy... Szóval, hogy... A kampány időszakban, tehát a kampány előtt 2-3 héttel talán, ugye mi magunk is, meg egyébként a baloldali ellenfél is folyamatosan méri a közösségi médiában interakciókat szoktak, tehát a lájkok számát, a megosztások, kommentek számát, és emlékszem tűpontosan az egyik hétre, amikor a Daninak, meg nekem, kettőnknek több interakciója gyűlt össze egy hét alatt, mint a baloldal top 10 véleményvezérének. Ami azt jelenti, abban nem volt benne még a többi Megafonos, hanem csak mi ketten voltunk benne. Tehát ketten elvertük a teljes baloldali mezőt. Ami mondjuk 5 évvel ezelőtt elképzelhető lett volna. Hát nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez megtörtént volna. Úgyhogy ez óriási dolog, de én még egyszer, ahogy amikor először megszólaltam, ezt ugyanúgy most is hangsúlyoznám, hogy
Tehát, hogy tök jó pofa, igen. Én nagyon szeretek politikusokat kergetni, úgy önmagában is, tehát engem ez feltölt. De az, hogy én ezt közzé teszem a közösségi médiában, és ti megnézitek, lájkoljátok, megosztjátok, kommentelitek, ez a valódi értelme ennek az egésznek. Tehát, hogy én mindig úgy beszélek erről az egészről, hogy ez nélkületek nem megy. Tehát mi csináltunk bármennyi tartalmat, hogyha ti azt nem nézitek meg, akkor annak a tartalomnak semmi értelme nem volt. Úgyhogy ez egy ilyen közös csapatmunka, hogy a közösségi média neve mutatja, közösségi média, tehát közösségek alkotják. Ez teljes mértékben így van, úgyhogy ezt én így látom. A következő választás is a közösségi médiában fog eldőlni, legalábbis egy jelentős része. Mert azért a közösségi médiában is a valódi teljesítményt lehet megmutatni, hiszen a hitelesség, mint probléma, mint kérdéskör azért mindig felmerül, főleg egy politikus esetében. Tehát egy politikus akkor tud jól működni a közösségi médiában, ha egyébként a valódi életben is egy jól működik. Itt előkörült az előbb, nem tudom, Potyon Dedinának, meg ilyesmi balosoknak a neve. Az a nagy különbség, hogy azért mi nem magunkat építjük, tehát mi, ők ugye saját magukat építik, ők nem is nagyon építenek közösséget, nem is ilyen közösségben gondolkodnak, hanem ők ugye ilyen individuális egyéniségek, személyiségek, akik köré gyűlnek követők, de nekünk ugye az a szerepünk is, az is a feladatunk, hogy ezt a jobboldali közösséget építsük, erősítsük, egyben tartsuk, folyamatosan ellátsuk olyan impulzusokkal, ami készíti őket arra, hogy ezt a közösséget életben tartsák, folyamatosan foglalkozzanak a politikával, érdekelj őket azt, hogy elmenjenek mondjuk választani. Tehát nekünk sokkal inkább egy közösségépítő szerepünk van, és gyakorlatilag én ezt ahhoz hasonlítanám, mint ami mondjuk a 2002-es választási vereség után volt a polgári körök esetében, akkor is ugye az volt a cél, hogy helyben minden egyes településen legyenek olyan közösségek, csoportok, amelyek megvitatják a politikai eseményeket, egységesen kialakítják a véleményt, és ott helyben kampányolnak, és akkor egy ilyen nagyon jó csapatmunka tud kialakulni. Most gyakorlatilag ugyanezt történik, csak virtuálisan az online térben, ott is szépen megszervezzük magunkat, és nagyon szervezetten hatékonyan működik. Tehát ugye mondtad, hogy letiltanak minket. Nekem is volt most nemrég egy márciusi esetem, amikor annyira eltetintették az oldalamat, tehát pirosba rakták, hogy nem tudott tovább működni, és tényleg egy hét alatt egy 20-30 ezeres oldalt ismét össze lehetett hozni. Ez is azért volt, mert nagyon jól meg van szervezve a jobb oldal a közösségi médiában is, ahogy egyébként a hétköznapi életben is. Ez ugye ellenzéki oldalon nem mondható el, tehát ők egymást gyilkolják, egymást ölik, tehát ők egymásnak is beszólogatnak, egymást bántják, tehát ott nincs egy ilyen közösségépítési forma. Nekem egyébként a kampányban az volt a kedvenc időszakom, amikor ugye Dani megy ki velük helyszínre, üldözi őket, én általában az irodában... Lelopod ezeket a tartalmakat, felhasználod, és learatod a babéra. Én irodában vagyok, hogy otthon vagyok, vagy a televízió stúdióban, tehát ilyen viszonylag kényelmesebb közegben szoktam ezt átvészelni, de nekem is van olyan, hogy felhívogatott például Márki-Zay Péter háromszor is a választási kampányban, tehát nekem ez volt az egyik ilyen nagy élmény, hogy ugye csináltunk róla tartalmat. Nem is emlékszem, már olyan rég volt, másfél év, hogy minek apropóján hívott fel, ugye mondott valamilyen mondatot, és akkor azzal szembesítettük, hogy ennek milyen következményei vannak, és akkor felhívott telefonon, hogy ezt egyébként nem úgy gondolta, hogy kicsit ezt árnyalná ezt a gondolatot, és elkezdett velem vitatkozni, és akkor ugye, hogy a nyilvánosságban és a televízióban szokott beszélni, tehát egy ellentmondás nem tűrő stílusban meg sem hallgatja a másikat, ugyanúgy a telefonban elmondta a monológiát, tehát ez egy ilyen fura érzés volt, hogy azért szombat reggel volt, tehát reggelire készültem, és akkor a ellenzéknek a miniszterelnök jelöltje pár héttel a választás előtt engem hívogat, tehát ez önmagában egy fura eset volt, de hát ugye jó volt arra ez az eszköz, tehát az online tér, hogy ezt bemutattuk, hogy milyen ember valójában a Márki-Zay Péter, mert ugye ezt a taktikát csinálják most is. Ugye ő is azt mondta, hogy jobboldali, keresztény, konzervatív, és valójában ő a Fidesz, tehát már lassan itt tartott a kommunikációja. Ezt ugye most is elkezdték építeni, tehát amikor az amerikai nagykövet meghívja például a Jobbiknak az elnökét vacsorára, és ott van Gyöngyösi Márton,
meg azt látjuk, hogy egy ilyen álljobboldali portálokat kezdenek el jelentős mértékben finanszírozni, támogatni. Ez azt mutatja, hogy erre fognak készülni valószínűleg a következő választási kampány időszakban is, tehát ugye ez a taktika fog mozdulni, mert látják, hogy baloldalról nem tudnak választást nyerni, hanem inkább a jobb oldalt próbálják majd megosztani, tehát valószínűleg ez lesz majd a taktikájuk 2026-ban is, és ezért is kell mindig bemutatni, szembesíteni, még hogyha unalmas is sokszor, amit minden nap lát az ember, de ezt minden nap csinálják ezt a munkát, mert lehetnek olyan emberek, akik nem találkoznak egyetlen egy alkalommal mondjuk csak a videóinkkal, de akkor megnézik, és akkor ezeket az információkat megszerzik, mert nem magunkból kell kiindulni, akik minden nap foglalkoznak a politikával, hanem olyanokkal, akik tényleg csak mondjuk kampányidőszakban egyszer-kétszer 5-6 percig fogyasztanak politikai tartalmat, nekik is lehet, hogy most egy videóval találkozik, de abban benne kell lenni mindennek, minden olyan érvnek, ami mondjuk a jobb oldalhoz szólítja őket. Másik kedvenc témám, ami ellenzéknek taktikája is Márki Zaj Péterre jutott eszembe, az összefogás. Ugye nagyon szépen ilyen áll civil szervezetek mögé bújva, meg ennek a bőrébe bújva indultok a választáson is, és hát nekünk is volt ebben részünk, hiszen az előző önkormányzati választáson ugye próbálták az egy-az-egy elleni szituációt létrehozni, és itt a helyi ellenzéki pártok is egy jelöltet indítottak, és azért eltelt 4 év azóta. Voltak is települések, ahol ez működött, és megkapták a bizalmat. Tehát persze, amikor ők nyernek, akkor a választási rendszer igazságos. Amikor valahol ők is nyernek, amikor, ahol nem, ott nem igazságos. Pedig egy választási törvény van, ezt érdemes lenne nekik elmondani, minden településre ugyanaz vonatkozik. És ahol bizalmat kaptak, tisztelt a kivételnek, mert van, ahol ez még nem bomlott föl, de azért a környezetünkben is látható, hát láthatjuk, hogy mi volt Egerben, vagy csak ugye Jászberényben is voltak érdekes dolgok, de talán beszédes itt a helyi összefogás esete is, hiszen a választás előtt voltak mindenféle kijelentések, hogy mi mindent elloptunk, mennyi projekt nem fog megvalósulni, nem lesz itt semmi. Majd amikor elbukták a választást, hirtelen minden törvényes lett. A főhangadó kapott egy jó állást, és akkor érdekes, nem tűnt fel senkinek, hogy onnantól kezdve nincsenek feljelentések, meg nyomozás sem. Tehát mondtuk, hogy ne segítsünk, mutassuk meg, hogy kell, hova kell beadni, de úgy mindenki eltűnt, sőt, összevesztek. És ez még akkor elmegy, amikor ő rájuk nincs bízva egy város vezetése, vagy egy településé, ugye egy kisebb. De amikor már ez a élesben történik, amikor ők döntenek a testületben, kasszakulcs önálluk van, és az ő döntéseiknek van anyagi következménye, van, ahol még költségvetése sincs az adott településnek. Megdöbbenve hallottam, most nem jut eszembe a település neve, de mi mindig a tavalyi költségvetés alapján élnek, mert a testületben nem volt ebben egység. És én mindig azt mondom, és ezt kell majd erősítenünk szerintem a következő választáson is, hogy ezek a modellek, ezek leszerepeltek, ezek ilyen alkalmi összeborulások voltak, hogy megszerezzék a hatalmat, de amint ahol a kezükbe került, rögtön egymás torkának ugrottak, és az adott település fejlődésének a kárára ment. És amikor mégis most majd a következő választáson megpróbálják ezt egy újabb köntösbe csomagolni, akkor szerintem ezt érdemes lenne még jobban itt az embereknek a közösségi médiában is ezt súlykolni, felhívni rá a figyelmet. Bocs, még mielőtt hozzákezdenétek, 2 név felmerült, a Karácsony Gergely és a Márki Zaj Péter neve. Mind a kettő egy nagyon tudatosan nagy társadalommérnökök által kiválasztott jelölt. Karácsony Gergely próbálja tartani azt, amit rábíztak, hogy mosolyogjon, nézzen, és keveset beszéljen. De amikor keveset beszél, akkor hadat üzen az oroszoknak. Márki Zaj Péternél pedig nem tudták abszolút betartani azt, hogy ne beszéljen. És amikor minden vasárnap vagy szombat esténként volt ez az egyszemélyes sója, az egy aranybánya volt azoknak, akiknek volt idegrendszere, türelme, ahhoz, hogy végighallgassak és kielemezzék, hogy mit mond. És hát azt gondolom, hogy az ilyen szakembereknek, mint nektek,
azért tudnak örömet okozni, meg ínyenséget mind a két figura, hogyha erről akár beszélnétek. Most ha megengeditek, akkor egy nagyon szemét, mondtad az elején, hogy kulisszatitkokat, na most egy igazi kulisszatitok fog következni. Elmesélek egy ilyen igazi kulisszatitkot. Jó, ez a Márki-Zay Péter emlékek itt tényleg felsejlenek. Azért volt olyan nap, emlékszem, amikor 3 ilyen utcafórumon találkoztunk. Tehát azért így az itt lévőknek jelzem, hogy az egy is durva, de hogy ezt egy nap 3-szor és egy hét alatt 4-szer, 5-szer, tehát a végére tényleg már ilyen egészen, nem is tudom, milyen kapcsolat alakult ki köztünk, szóval, hogy de egyébként már a választások előtt, ilyen pénteki napon, tehát ugye vasárnap voltak a választások is, pénteken, hát már nem fogok emlékezni a településre, hogy hol, de még ott is volt egy ilyen fórum, és ott egyébként már láttam rajta, hogy már ő is elengedte. Tehát ő is tudta, hogy ez nem fog sikerülni, mert egész addig egyébként ő is még, hogy nincs jobbra, nincs balra, csak felfelé, meg minden mentek a szövegek, na de a kulisszatitok, és hogy tényleg hogy működik ez, meg hogy lehet kizökkenteni ezeket az embereket, meg hogy Márki-Zay Péter tényleg mennyire önjáró volt. Ahogy te is említetted, tényleg Márki-Zay Péter önállóan is nagyon sok hülyeséget képes volt mondani, de azért, ha volt segítség, ebben az esetben én, akkor még jobban tudott hülyeséget mondani. És azért a kampány első időszaka az tényleg az volt, hogy bármikor oda mentem hozzá, és tudtam, hogyha oda megyek hozzá, felteszek 3 kérdést, az egyikre hülye válasz fog érkezni, és ez egy ilyen fix, tehát tudtam, hogy akkor arra a hétre megvan a történetünk, és működni fog a dolog. Na de, ugye a kampány egyik időpontjában megérkezett a kampány csapatba, ha emlékeztek rá, Péterfi Judit és Simon András, a két hát független objektív, egyébként ATV-s vérkomcsi kommunikációs szakemberek, hogy nevezzem őket. És akkor ugye az történt, hogy ők megtiltották a Péternek, kapitánynak, akkori nevén, hogy beszéljen. Ugye a kapitány úr ezt nem bírta ki, tehát hiába jött vele a Péterfi, hiába jött vele a Simon András, nem bírta ki, folyamatosan, tehát hogy oda mentem, nem lehet kérdezni, én válaszolok, és akkor válaszolt, hülyeséget mondott, ugye, ahogy már előbb is említettem. A baloldali agytröztök gondolkodtak tovább, hogy ezzel a helyzettel mit lehet kezdeni, mert az, hogy én elmegyek heti 3 fórumra, és minden 3-szor mondom egy baromságot, az nem lesz jó így a választásokig. És kitalálták az egyik ponton, hogy minden helyszínen, ahova mentünk forgatni, összeverbúváltak ilyen helyi kiabáló embereket, én így neveztem el őket, helyi kiabáló emberek, azt csinálták, hogy ugye ezeknek az utcafórumoknak általában a végén mentem oda kérdezni hozzá, és akkor jöttek ezek a kiabáló emberek, és elkezdtek ordítani a fülembe 1 centiről, hogy nyilván, tehát én egy nyugodt ember vagyok, de azért hogy nehéz beszélgetni valakivel, képzeljétek el, hogy beszélgetünk, és itt van 5 ember, és ordít a fülembe. Az nektek sem esne jól, meg nekem sem esne jól. És ezt megcsináltak így 3-4 alkalommal. És így elkezdtem gondolkodni, hogy mondom, hogy még tudom én, ilyen február lehetett, hát február, március, április, hát itt mi lesz addig, ez hogy fogok vele normálisan interjút készíteni, hogy fog újra hülyeséget mondani, ha itt vannak ezek az ordibálós emberek. És akkor gondolkodtam, egy riporternek folyamatosan gondolkodni kell, hogy mi erre a megoldás. Onnan indultam ki, hogy mi a fegyverem. Ugye a nyilvánosság. A fegyverem, a kamerám, a mikrofonom és ti. Tehát a nyilvánosság, a közönség. És kitaláltam egy nagyon jó ötletet. Egy pécsi utca fórum érkezett el. Márki-Zay Péter megérkezett az autójával. Egy ilyen nagyon hosszú útnak kellett volna lesétálnia, hogy odaérjen a színpadhoz, ahol aztán beszélt. És azon a nagyon hosszú úton, hát így összeszámoltam, hogy hát 4-5 hülyeséget biztos mondott volna, hogyha normálisan tudok tőle kérdezni. Na de jöttek ugye a kiabáló emberek, a pécsi kiabáló emberek. Hát ezek a pécsi kiabáló emberek azért nem a MTA levelező tagozata volt, tehát igen, nem voltak okosak annyira, és akkor finom szóval illettem őket, és akkor még mielőtt jött volna a Márki-Zay Péter, oda mentem a pécsi kiabáló emberekhez, és mondom, figyeljetek srácok, ti vagytok itt a kiabáló emberek? Igen, igen, mi fogunk itt kiabálni? Mondom, figyeljetek, ez tök rossz lesz, hát leutaztunk Budapestről Pécsre, vissza kell mennünk, semmi értelme nem volt az egésznek, mert ordibálni fogtok,
ideges leszek én is, szegény stábom is, a család, meg hogy minek jöttem, meg stb. Értitek. Hát igen, de hát ez van, ezt fogjuk csinálni. És mondom, figyeljetek, mi lenne, hogyha megtörténik ez az egész, ti ordibáltok, meg nem tudok normálisan dolgozni, viszont utána a kamerával, az operatőrömmel odafordulok hozzátok, felteszek nektek 3-4 nagyon kellemetlen rossz kérdést, amire nyilván nem fogtok tudni válaszolni, hiszen életetekben nem szerepeltetek a kamera előtt, stb. Én azt majd feltöltöm a Facebook oldalamra, megszerzem a neveteket, egy ilyen 40-50 ezeren megnézik, odaírom a neveteket kommentbe, hogy ide nyugodtan lehet üzenni ezeknek a kiváló fiatal embereknek. A kedves követőim, akik közül remélem sokan itt ülnek, ők ezt meg is teszik majd nektek, és akkor mondom, hogy figyelj, igazából egy 2-3 hétre nem lesz jó nektek. Így a levelező tagozat tagjai néznek, hát ez nem, ez tényleg nem lesz jó, ez nem lesz jó. Mondom, akkor fogtok kiabálni? Nem. Nem, nem, nem fogunk kiabálni. Bejött Márki-Zay Péter, nyugodtan feltettem neki a 18 kérdésemet, 4-5 hülyeséget, amit kiszámoltam, mondott, és a kiabálás ezennel befejeződött. Szóval, hogy tehát a riporterkedés ilyen egyszerűnek tűnik, de hát nem olyan egyszerű ez a történet, ez erről szól, és hogy mindig az embernek ki kell valamit találnia. Úgyhogy amiket láthatok ti a Facebookon, ilyen rövid videókat, azok ilyen agytorna előzi meg, meg hát ilyen csibészség, hogy elkészüljenek, úgyhogy hát ez nem egy egyszerű munka. Igen. És a Karácsony Gergely esetében, hogy most fontos szereplő lesz a következő választási kampányban is, tehát ő egy ilyen fő ellenzéki arc, ezt nem csak Budapesten, hanem országosan is szerintem őt be fogják majd vetni ismét. Emlékszünk rá 2019-ben, amikor megnyerte a főpolgármesteri címet, akkor azt mondták sokan, hogy ő ilyen sebezhetetlen politikus, és neki semmi sem árt a támogatottságában, tehát ugye mindig mosolyog, ilyen ártatlan képet vág, és tényleg ember nincs, aki azt mondaná, hogy ő egy gonosz ember lenne, vagy rosszat akarna mondjuk a budapestieknek, és ugye az volt a taktika, vagy igazából az volt ellene szerintem a jól működő fegyver 2019-et követően, hogy bemutattuk azt, hogy amit ugye állít magáról, amit mond folyamatosan, az egy szemen szedett hazugság. Tehát olyan alapvető dolgokban nem mondott igazat, hogy most mi van a diplomájával, mi van az angol nyelvtudásával. Ugye a Városháza ügy is egy nagyon súlyos botrány volt, amiben egyik nap mond valamit, és akkor másik nap ezt meg lehetett cáfolni. Tehát ilyen típusú eszközökkel nagyon jól lehetett az ő támogatottságát elrodálni, és oda jutott, hogy vissza kellett lépnie ugye Márki-Zay Péter javára, és akkor egyébként az ő támogatottsága, népszerűsége országosan majdnem a Dobrev Klárával volt egy szinten, aki szintén egy elutasított politikusnak minősül. Az egyik kedvencem az ugye az volt, amikor bement az ATV-be, és akkor azt mondta, hogy hiperpasszív angol nyelvtudása van. Hát, és ugye előtte meg azt mondta, hogy nagyon jól tud angolul, még szerintem a Dajnak is mondta, hogy teljesen jól, meg minden. Volt, hogy angolul kérdeztem tőle, és elfutott, úgyhogy és olyan jól tud angolul. És én nem is az a baj, tehát, hogy ilyenkor az volt, tehát azt mondja, majd első kérdés azt mondja, hogy nem tudok angolul, így fogom vezetni a várost, azt mondjuk, hogy oké, aláírjuk, mert most nem egy nagy dolog, de ugye hogy azt hazudta, hogy ő nagyon jól tud, megvan ugye a PhD-je, ugye ahhoz, hogy el tudja végezni az egyetemet, kell egy nyelvvizsga, tehát nagyon sok hazugság volt ezzel kapcsolatosan, és ő gyakorlatilag belebonyolódott az egyik hazugságból a másikba, tehát egy ilyen hazugság spirálba került, és heteken keresztül saját magának mondott ellen. Tehát a Városháza ügy is klasszikus példája volt ennek, ugye bement szintén az ATV-be, azt mondta, hogy nem akarták eladni, ez egy szemen szedett hazugság, ezt a Fidesz talált, aki soha fel sem merült. Majd egy héttel később bement az egyik helyettese, a Momentumos Kelper Frónius Gábor, és azt mondta, hogy másik agytrösz, és ő meg elmondta, hogy ő nyújtotta be a javaslatot, hogy el kell adni a Városházát. Tehát ilyen dolgokba belefutnak, és ebben semmi olyan nincsen, amit nagyon nehéz lenne utána rekonstruálni, de ugye ebben van nagy szerepe a közösségi médiának, ebben van nagy szerepe annak, hogy csinálunk róla videókat, és kiépült a nagy közösség, hogy ezt a típusú hazugságot, leleplezést pillanatok alatt tízezerekhez, százezerekhez el tudjuk juttatni, és ez az, ami szépen Karácsony Gergelynek a támogatottságát levitte, és most hiába azért Budapesten láttuk a
tavalyi választás eredményt, hogy 48-44%-ra azért mindig vezettek, de azért ez jelentősen egy kopott támogatás, és mert már karácsonyban nincsen meg az a lendület, nincsen meg az, hogy ő egy újszerű arc, nincsen meg az, hogy ő elhozza a reményt, tehát nincsen már meg ez a típusú tulajdonsága, és most majd az önkormányzati választási kampányban ezt szerintem ugyanezt a taktikát tovább lehet vinni. A másik pedig Gyurcsány Ferenc, tehát ő, amíg ott van az ő közegükben is pontosan erősödik a DK, tehát most már 20%-on vannak, a többi párt meg ilyen 5% körül van, addig az az állítás, hogy az történik a baloldalon, amit ő akar, ez egy tényszerű állítás. Tehát én emlékszem vitaműsorokra, amikor én sokszor járok vitatkozni, és mondták, hogy ez csak kitaláció, hogy Gyurcsánynak valójában nincsen semmilyen szerepe, itt a Momentum az, amelyik már dönt a kérdésekről, ugye ezt mondták folyamatosan, látjuk, hogy ez nem igaz, ez egy nagy hazugság. Fővárosban is, és minden egyes településen, ahol ellenzék együttműködés van, ott a DK fújja a passzát, tehát folyamatosan lépnek át önkormányzati képviselők, polgármesterek, mindenféle szinten politikusok, és ez csak tovább fog folytatódni, ez az elkövetkezendő egy évben, ez csak tovább fog majd erősödni ez a típusú átmozdulás, és most ugye az önkormányzati választási kampány egy időben lett az európai parlamenti választási kampányon, ez egy újdonság, ilyen még nem volt, ez az első ilyen. Ez abból a szempontból a jobb oldalnak egy versenyelőnyt jelenthet, hogy az európai parlamenti választási kampány az egy országos kampány, ott lesz egy országos üzenet, ami világos üzenet a jobb oldal esetében, ugye a Brüsszellel való hadakozás, az, hogy egyébként a nemzetállamokat védjük, az, hogy egyébként ezek az uniós források érkezzenek meg, ami jár Magyarországnak, az, hogy ugye nemet mondunk a gender lobbira, nemet mondunk az illegális bevándorlásra, ugye a háború kapcsán azt akarjuk elérni, hogy végre egy békepárti álláspont az, amelyes próbálja meg erősödni Európában. Ezek mind-mind olyan témák, mind-mind olyan ügyek, amiben nem a fideszesek vagy a jobb oldal ért egyet a kormánnyal, hanem még az ellenzéki szavazóknak egy jelentős része is azt mondja, hogy ugyanaz Orbánt nem szeretem, nem kedvelem, de ebben igaza van. Tehát ezek mind-mind olyan témák az európai parlamenti választási kampányra, ami rendkívül erős, és ez szerintem az önkormányzati választási kampánynak is egy nagy segítség, ahol azért nem szokott egy országos kampány, mindenki a helyi kampányát csinálja, mindenki különböző üzenetekkel próbálkozik. Ez egy segítség egyébként az európai parlamenti választási kampány egy időben megtartásával, és azt meg hozzá kell tenni, hogy egy június 9-i időszak van, tehát most ugye június 1-e van, gyakorlatilag egy év és egy hét múlva lesz a választás, 30 fok van, az emberek mennek nyaralni, tehát várhatóan egy alacsonyabb részvétel lesz, egyébként is alacsony szokott lenni a részvétel, tehát az európai... Az éhező magyarok jönnek a Tiszatóra vagy a Balatonra, ugye? A Tiszatónál múlt héten egész sokan voltak, amikor volt szerencsém jönni. De hát azt akarom, hogy egy önkormányzati választásnál 2010-ben volt a legmagasabb a részvétel 53%, az európai parlamenti választási kampánynál 43-44% volt a legmagasabb részvétel, de általában ilyen 30-40% között szokott lenni. Tehát én most arra számítok, hogy egy június 9-e időpont, amikor kitör a nyár, 30 fok van, két egyébként alacsony részvételű választás szokott lenni. Ezzel párhuzamosan még apátiában van az ellenzék, tehát teljesen szét vannak esve, egy ilyen 40% körüli részvétel lesz. Itt nagyon nagy szerepe van annak, hogy akik biztos szavazók, tehát akik a jobban foglalkoznak a politikával, azok menjenek el szavazni, és ott a jobb oldalnak hatalmas versenyelőnye van, tehát a legszerzettebb politikai közösség a legnagyobb táborral rendelkezik, tehát ott sokkal könnyebb azért viszonylag nagy számban elvinni embereket szavazni. Az ellenzéknél meg problémában lesznek, mert ugye kis szavazott tábor eleve enerváltak, nincsen nagyon kedvük őket, mert sokkal nehezebben fogják tudni majd elvinni, és majd ugye a DK lesz az, amelyik valamelyest tudja mutatni, hogy ő erős, mert ők azért rendelkeznek egy olyan párthálózattal, ami tudja mozgósítani szavazókat. Két apró dolog, de mielőtt eszembe jutott, hogy megemlítetted megint a Tiszatót, hogy egy balatoni srácnak is, hogyha olvastad a Tüskevárat, vagy a filmet láttad, akkor az az élmény, ami a Tüskevárban van, itt a Tiszatónál, be az öblítő csatornák a szigetek között lehet látni, de nem ezt akartam mondani, csak el ne felejtsem, hogy miért kell egy balatoni srácnak ide jönni a Tiszatóra. Két dolog, Karácsony Gergelytől lehet, hogy meg kellene kérdeznetek, hogy engedik-e hozzáférni a saját Facebook oldalához. Tehát a hozzáférési kódot tudja-e, vagy teljesen le van tiltva onnan,
mert az a helyzet, hogy a Facebookját szerintem nem engedik, hogy egy betűt is üssön rá, és amikor véletlenül kiszabadítják, mert bemegy az ATV-be, akkor hülyeséget beszél. Tehát valószínű, hogy neki nincs a saját Facebookjához hozzáférése. Szerintem meg lehetne kérdezni, hogy tudja-e, bár... Volt szerencsém erről beszélgetni vele egyszer, mert ugye az ATV-be sokszor járok én is, és akkor vagy előtte, vagy utána voltam. Lényeg az, hogy a váróban találkoztunk, és egy ilyen 10 percet beszélgettünk így négy szem közt, és akkor egy kicsit ilyen privátabb dolgokról is beszéltünk, és akkor viccesen megmondta, hogy azokat a posztokat írja ő, amiben nincsen helye, de most azokat a posztokat írja ő, amiben van helyesírási hiba, ugye így fogalmazott, így kicsit ironikusan, így viccesen elmondta, mert ugye ez jellemző rá, hogy ugye a nevét sem nagyon tudta leírni egyszer a kampányban, tehát azt is sikerült, mondta, hogy R betű helyetán L betűt írni, tehát ott még valami más típusú probléma is van szegénynél, de ezt így viccesen megjegyezte, hogy azok a posztok, amiben nincs helyesírási hiba, azt a stábja írja, de ugye azt át tudjuk nagyon jól, hogy ilyen Gágyé József és egyéb típusú ilyen DK-s szereplők azok, akik ott vannak körülötte, és csinálják egyébként ezt a típusú kommunikációját is, tehát amikor ilyen harciasan próbál a karácsony feltűnni, ugye most is erről van szó, akkor is ezek a tanácsadók azok, akik mondják, hogy ezt csinálja. Szerintem a helyesírás hibákat is, mint hogy esendő, ez is ki van mérve, szerintem azt is mások írják helyette. Én mondom, csodálkoznék, hogyha neki hozzáférése lenne a saját Facebook oldalhoz, ez az egyik. És hát én a parlamentben szoktam a DK elnökével néha találkozni, és amikor van egy felszólás, akkor egy fél órára bejön, de látszik, hogy körülbelül ennyi a kihordás ideje a fél óra. Úgyhogy találkoztatok-e a kampányban, vagy előtte, vagy utána, amikor a Ferenc oldott állapotban volt, mert szerintem akkor a legaranyosabb, és akkor tud olyat produkálni, amit szeret a nép, tehát lájkokban, megosztásokban mindenképpen. Volt talán Miskolcon voltam, akkor majdnem betört egy üvegportált, tehát vannak elhíresült mondásai. Tehát ilyen helyzetben találkoztatok-e vele, mert nagyon aranyos. Igen, én sokszor találkozom mindkettőjükkel azért alapvetően. Nyilván azért, igen, tehát Budapesten élő emberként, vagy hát most már budapestiként, tehát így jó pofa ezen így gondolkodni, meg látni, csak ugye aki ott él, az ezt megszívja valójában. Tehát amikor azt látom, hogy az a fű, ami eddig le volt nyírva, az most nincs lenyírva, hanem ráraknak egy táblát, hogy mélegelő, az, hát nem tudom, engem azért dühíteni szokott. Vagy az, hogy hát igen, szóval, hogy meg hogy, tehát én a városban, én a kis robogommal közlekedem már évek óta, mert autóval azt feladtam. Tehát az, hogy autóval eljussak A-ból B-be, az ilyen lehetetlen küldetés. Tehát azt mondom, Tom Cruise-zal szoktam nagyjából. Szóval, hogy tényleg az a helyzet, hogy tehát jó pofa meg minden, csak hogyha az embernek a környezetére van hatással, akkor már nem annyira jó ez a dolog. És hát ez a Gyurcsány, ez egy érdekes kérdés, mert igen, sokat lehet rajta nevetni, meg lehet kifigurázni a viselkedését, meg stb. De az a helyzet, hogyha politikáról beszélünk, vagy gondolkodunk, akkor a mai napig ő az egyetlen vérprofi szereplő egyébként a baloldali térfélen. Ez már csak onnan is, hogy valaki megbukik miniszterelnökként, már eltelik egy évtized, és újra ő az egyetlen potens szereplő a baloldali térfélen. Sok mindent lehet rá mondani, de azt, hogy politikai érzéke ne lenne, azt azért nem tudjuk mondani. És pont emiatt egyébként egy borzasztóan veszélyes figuráról van szó. Tehát persze jópofának tűnhet a fiatalok körében, ahogy jön a kis tornacipőjével, és ott jópofáskodik, meg beszélget, de hogy ez az ember, ez azért egyszer már romba döntötte Magyarországot, és nem akarom itt elvenni az itt ülők kedvét, de hogyha még egyszer lehetősége lenne, bárhogyan, tehát Karácsony Gergely néven, Dobrev Klára néven, ugyanezt csinálná, tehát ugyanezt csinálják Budapesten is. Hát a kedvenc történetem Karácsony Gergelyről van több is, de hogy az egyik, ugye van most kettő is hirtelen, amit itt el tudok mesélni, hogy Karácsony Gergely arról beszél, hogy Gyurcsány, vagy arról beszél, hogy nincs pénze a fővárosnak. Ugye ezt halljuk most már hónapok óta, hogy hát ez borzasztó, kivéreztetés, stb. Majd másnap megjelenik a 24.hu nevű jobboldalisággal nehezen vádolható portálban, hogy amúgy a Karácsony Gergely évente 500 millió forintot költ tanácsadókra.
Tehát, hogyha valakinek nincsen pénze, az hogy költ évente 500 milliót tanácsadókra? Ugye ez egy jó kérdés. Vagy a másik, hogy ezt egyébként miért csinálja, hogy Gyurcsány Ferenc ad egy rádióinterjút, ahol arról beszél, hogy nem elégedett a karácsony teljesítményével, mert nem eléggé támadja a kormányt. Eltelik két nap, és Karácsony Gergely tart egy sajtótájékoztatót, ahol nincs ott a sajtó, de most nála ez tök mindegy. Tehát ő sajtó nélküli sajtótájékoztatókat szokott tartani, mert ott megzavarhatják kérdésekkel, meg hát azért mégiscsak dühítő, hogy ott ilyenfajta újságírókat kérdezgetnek. És akkor tart egy sajtótájékoztatót, és bejelenti, hogy akkor, hát mivel azt hallotta, hogy támadni kéne a kormányt, akkor támadja a kormányt. Szóval, hogy az a helyzet, hogyha a budapesti közgyűlésre gyakran jár valaki, nekem van szerencsém minden alkalommal ott lenni, tehát Karácsony Gergely egy igazi báb, akit Gyurcsány Ferenc és a fővárosi DK, mert azért az is sokat elmond, hogyha jól emlékszem, talán már 3-4 egyébként nem eredeti DK-s polgármester, ma már DK-s a fővárosi közgyűlésben, szóval a DK irányít, vagyis Gyurcsány Ferenc irányít Budapesten. Hát azt kell megelőzni minden esetre, hogy ez az országban is így legyen. Engem egyébként még azt szokott felháborítani, hogy ők eljátsszák, hogy ők a nagy demokraták, a nagy liberálisok, meg minden, és nem hiszem, hogy Tarós is, mert például minden héten szinte kiállt a sajtó elé, tartott ilyen ugye, kormányinfónak megfelelő Budapest infót, lehetett tőle kérdezni, ott a Népszavától kezdve mindenki kérdezett, és nem tudom, ilyen 3 órákig válaszolt szegény a kérdéseket, tehát annak lenni, hogy egy idős emberről van szó, teljesen jól állt a sarat órákon keresztül ott ezeken a sajtótájékoztatókon. Karácsony Gergelyet még életében nem tartott, tehát még nem volt egyetlen egy ilyen, de még mindig képesek azt előadni, hogy ugye a Fidesz az, aki nem áll szóba a médiában, nem lehet kérdezni, titkolóznak, elfutnak, miközben ők ezt csinálják, tehát ebben egyébként professzionálisak, tehát az áldozati szerep, amit ő eljátszik minden nap, már az ember néha megsajnálja, hogy úr tényleg szegény, milyen ártatlan, pedig ő tényleg milyen liberális, meg kedves ember, közben meg pont az ellenkezője igaz, miközben ugye kormányinfo az rendszeresen van, a miniszterelnök is legalább évente egyszer-kétszer tart olyan tájékoztatót, ahol az összes sajtótermék ott van, és kérdeznek tőle bármit, tehát külföldi nemzetközi sajtótermékeknek ad interjút, Németországban volt nem rég, ott is bármiről kérdezik, tehát ez az, ami engem felszokott háborítani, és ami most szerintem nagyon jellemző, és ez egyre erősebben jelentkezni fog Magyarországon, hogy ez a zöld politikának nevezett őrület, ami sokszor látható egyébként Németországban elég erőteljesen. Én ezt úgy szoktam nevezni, ők az új kommunisták, tehát ugye van egy rögeszméjük, egy ilyen dolguk, hogy na most akkor a 5 éves tervbe ezt mindenképpen meg kell csinálni, ahhoz köröm szakatáig ragaszkodnak. Ugye most ez a zöldítés, hogy ők most biciklit rend, meg mélylegelő, meg birka etetést, ez Budapesten, a fővárosban, ott a lakótelep közepén, és megcsinálják. Tehát nekem édesanyám Zuglóban lakik, ott van egy Rákospatak nevű patak, és tényleg engem ellepő gaz van, és az nem mélylegelő, tehát ott nincs egy virág, meg semmi, az gyom. Tehát, és ezt csinálják, nyomják, kirakják, hogy várjuk a porzókat, és ugye allergiások, a daráscsíp és stb. És ezekkel van tele minden. Ugye a biciklisek is konfliktus csinál, tehát 4 sávos utak mellé raknak életveszélyes bicikli sávokat, nem is bicikli utakat, fontosak a balesetek, fontosak a konfliktusok egyébként az autósok és a biciklisek között. Tehát nagyon sok ilyen típusú dolog van, ami jön, amit csinálnak, mert Németországban azt csinálják már, hogy ilyen klímaaktivisták leülnek az autópályára is sokszor, vagy az utakra, és elállják az autósoknak az útját, és nem engedik őket tovább, és ott egyébként verekedés is szokott folyulni a helyzet, mert a normális emberek ettől kivannak, és ezt fogják itt is csinálni. Nyomják teljes mértékben ezt a kommunista mentalitás és ellentmondás nem tűrő módon semmiben nézik azokat, akik mondjuk nem úgy gondolkodnak, mint ők. Mert ez történik, hát a választást követően is mit hallgattunk, hülye, buta, tudatlan emberek, akik meg vannak vezetve, agymosodtak és lehetne mésolni. Tehát ezt hallgattuk folyamatosan meg, hogy nem látjuk őket, hogy mit mondanak, mert nem jut, tehát látjuk, fontosan mindenki ezeket nézi. Tehát a legnézettebb csatornák, felületek mind-mind ellenzék, és ott vannak egész nap. Tehát én mondtam is, hogy kötelezővé tenném azt, hogy az ATV esti adását nézzék meg, hogy ezek bemennek oda, és ők miket mondanak, mert szerintem még az növeli is még a Fidesznek a támogatottságát. Tehát
ez megy, ez a lenézés, ez egy ilyen régi SZDSZ-es mentalitás, így akkor is az volt az SZDSZ, és azt mondta, hogy mindenki hülye, ők az okosak, és aki nem őket követi, az nem is ember. Ezt csinálják most is, és ez lesz szerintem most az elkövetkező időszakban is, és ezzel nem mindig fel kell szólalni, és mi fontosan ezzel nem fel is szólalunk. Igen, egy újabb kedvenc balos téma, ami mostanában nagyon trendi, hogy ők a zöldek, ők a környezetvédők, és mi vagyunk a természetellenesek, és hogy a fideszes építkezéseknek jellemzője a beton, meg az egyéb. Hát lehetne arról beszélni, hogy mondjuk annak idején betonból mondjuk a kommunizmusban egész bástyákat öntöttek ki, és ez volt a várépítészet, mondjuk ebben nyilvánult meg, de például emlékszünk rá, hogy akkor elkészült Tiszafüred főtere, akkor Szabó Tímának nem tetszett, meg Hadházi Ákosnak sem, és a Facebookon ennek hangot adtak. Bár nem jöttek el megnézni, de azt leírta Hadházi Ákos, hogy a polgármester milyen minősítetetlen közleményt adott ki Szabó Tíme a vegzálására, és egyébként neki küldték a fotót innen, hogy milyen csúnya, és nincs egy zöld sem rajtam, meg Tiszafüreden mi vagyunk a fanyűvők, minden fát kivágunk. Meg kell nézni a Google térképet, hogy nem látni a zöldtől a várost annyi van, és az előző, tehát ebben a ciklusban, amikor beindítottuk a babacsomag programot, minden megszületett gyereknek egy fát is adunk évente, tehát ezzel együtt már közel 1000 fát ültettünk az elmúlt időszakban, és ez ugye választási ígéretünk volt, pont ezért számoltattam össze az előző időszakban. Szóval ez is most egy kedvenc téma, hogy itt már bármilyen fejlesztés indul, ugye rögtön rámozdulnak, hogy annak túl sok víz kell, túl sok áram kell, és akkor itt nem kellnek munkahelyek, nem kell semmi. Úgyhogy megnézném azt, hogy vajon ezek az emberek, akik ezeket állítják, azok egyáltalán egyetlen fát is erőltettek-e az elmúlt időszakban, és hát igen, ez a mélegelős próbálkozás, ez kedvencem, már sajnálom, hogy a fűnyírósainak túlórát rendeltem az elmúlt időszakban, úgyhogy vissza kell vonnom, és kirakjuk a táblát, majd elkérjük a nyomdai verziót, a látványtervet, hogy ne kelljen ezzel sem foglalkozni. Szóval igen, tehát ez is mutatja, hogy mennyi szerepet szánnak ők annak, vagy mennyit foglalkoznak ők egy város vezetésével. Ez egy érdekes városüzemeltetési kérdés, akár egy nagyvárosban is, hogy mennyire tartjuk karban a közterületet, mennyire látjuk el annyi hulladékgyűjtővel, hát ugye Pesten pont leszerelték ezeket. Mi az elmúlt években más sem teszünk, mint hogy mindenhová igyekszünk ilyeneket kihelyezni, és a Tiszatavat óvni ettől a dologtól. Még egy dolgot után nem beszéltünk, és talán ez lehetne az utolsó témánk, itt a külföldi befolyás, ami az utóbbi időszakban elég erősen nehezedik a magyar kormányra és Magyarországra talán. A rendszerváltás óta ennyire nyíltan és ennyire felháborító módon nem próbálták meg kívülről befolyásolni itt a magyar belpolitikát, és hát ilyet, hogy vannak amerikai cégek, amik befektetnek elektronikába, számítástechnikába, de hogy amerikai befektetéssel próbáljanak baloldalt építeni, erre még talán sosem volt példa, hogy itt a dollár média, biztos sokat hallottátok már az elmúlt időszakban, és azért itt van egy elég komoly hálózat is a háttérben, ugye az civil szervezetek, akik mindig sírnak, hogyha valami történik, beállítva a diktatúrának a jelenlegi kormány, miközben 2006-os eseményeknél meg mindenki csendben volt, Brüsszelből sem tartotta fontosnak senki, hogy megfelszólaljon a szemkilövetés, vagy a kardlapozás, meg a lovasroha mellem. És azért itt ezekről a dolgokról talán még beszélhetnénk, hiszen ez a következő évben ugye két választás lesz, és talán az Európa parlamenti választás is van ugyanolyan fontos, mint az önkormányzati, hiszen általában a településeken a maguk dolga fontos mindenkinek, a saját választása, de azért itt lehetne üzenni majd itt az európai baloldalnak, és remélem, hogy az Európa parlamentben lejjebb épül ez a 70%-os, vagy nem is tudom pontosan, hogy 75%-os baloldali túlsúly, és minél több jobboldali pártnak a jelöltje bejut majd az Európa Parlamentbe. Ugye érdekes dolgok ezek, amiket most itt fejéhez vágnak a kormánynak, hogy miért az orosz nyersanyag, miért innen, miért onnan hozzuk. Hát azért a nyugat sokkal tartozik Magyarországnak. Most ilyenhoz közeledve talán lehetne mondani, hogy Magyarország mennyire gazdag volt nyersanyagban, mennyire sok olyan erőforrásunk volt, amire most behozatalra szorulunk. És az, hogy Trianonban meg se hívták a magyar delegációt, pedig többféle dologgal próbálták, hát ugye
készült itt mindenféle földrajzi okfejtés, meg egyéb, hogy a Kárpát-medence vízrajzi egysége, gazdasági egysége, ez mennyire fontos is, hogy a jövőre nézve beláthatatlan következményei lesznek annak, ha ez megbomlik. Hát gondoljunk csak az Ukrajnából érkező folyamatos műanyag hulladékra, ami egy örökös harc a Tisza-tó és a Tisza-tisztán tartásának. Hát meg kell nézni, hogy a vízrajz megbontásának milyen, ennek az egységnek például milyen következményei voltak, de ennek tükrében elég érdekesek ezek a nyugat-európai okfejtések. Biztos kitaláltátok már, hogy mit válaszoltok, de direkt azért teszek még fel kérdést, hogy ezt keresztbe verjem. Imre polgármester úr azt mondta, hogy sose volt ekkora külföldi befolyás vagy befolyásolási szándék Magyarországon, mint most. Ez nem igaz. Mindig volt, csak eddig nem kellett kijönni nekik a napra. Tehát sokkal könnyebben ment. Most már látjuk az átutalásokat, eddig nem láttuk az átutalásokat. Látjuk a konkrétan megvett embereket, látjuk, amit az akkumulátorgyárak és a magyar befektetések ellen végeznek. Magyarországon rossz, Németországban ez a befektetés jó. Tehát ez szimplán, őrén, kőkemény gazdasági érdek. Hogyha látjátok azt, hogy most már nem csak a magyarországi gazdaság és a befektetéseket támadják, hanem a magyar hadsereget is. A magyar hadsereg fejlesztésen ment keresztül. A legújabb hír, hogy gépkocsi vezetők, a Magyar Honvédség gépkocsi vezetője feljelentette a honvédség parancsnokát azért, mert úgy vitték őket gyakorlatra, hogy előre nem mondták meg nekik, hogy hova mennek, nem mondták meg nekik, hogy mikor jönnek haza, és éjszaka felébresztették őket, és megalázó gyakorlatokat kellett végezni. Ez egy honvédségi gépkocsi vezető a Magyar Honvédség parancsnokát, főparancsnokát feljelentette, és a 24.hu-n, a 444-en ez a téma megy. Az ember esze megáll. Én azt mondom, hogy akkor menjen buszvezetőnek, mert tudja, hogy hány óra, hány perckor, melyik állomáson, buszpályaudvaron kell lennie, melyik megállónál, ne honvédségi gépkocsi vezetőnek. Tehát idáig jutottunk, és ez a sajtó, ez most a Magyar Honvédségbe is beleállt. A másik dolog, biztos ismeritek a viccet, hogy hány éves vagy királyfi, hogy hiszel-e még a mesébe. Azt gondolom tudjátok, hogy az, aki a reklámba a fogkrémet és a fogkefét népszerűsít, az igazából nem fogorvos, hanem színész bácsi. És így vannak ezek a politikusok is, egy Cseh Katalin, egy Donát Anna, egy Márki-Zay Péter és egy Karácsony Gergely, ki van jelölve, ki van marketing reklám szakemberek által jelölve, hogy ő adja el azt a terméket, és akkor mindig kiderül az, hogy amikor valamit csinálni kell, igazából nem ért hozzá. Használat közben nem jó. És ti vagytok azok a rés a pajzson, vagy az a vírus, akik kicsaljátok ebből a megszokott Facebook környezetből, a tévébe az irányított kérdésekből, hanem kiderül az, hogy igazából nem fogorvos, hanem csak egy színészbács, és nem tud fogat húzni és fogat tömni. Amikor Márki-Zay Pétert megállítottátok, akkor kiderült, hogy egy hülye. Amikor Karácsony Gergely nem készítik fel rendesen a ATV interjúra, akkor azt mondja, hogy Oroszországgal hadban állunk. Tehát az a helyzet, hogy ti vagytok azok, akik bemutatjátok, hogy igazából az a porszívó, amit ők árulnak, az a fogkrém, amit árulnak, az nem jó. És ezért van szükség az ilyen emberek munkájára, az ilyen csapatra, hogy bemutassátok azt, hogy a marketing meg a reklám mögött igazából mi a valós eladott, vagy eladni próbál termék, akár a külföldi befolyás is. Bocsánat, de mondom, keretbe kellett Imrének a kérdéseit. Köszönjük szépen először is. Igyekszünk jó vírusként működni. Szóval, hogy... De ez egy, az, amire... Tehát egyébként mindkettőtök hasonló kérdést tett fel, tehát nem teljesen húztad keresztül a dolgokat. Szóval, hogy ez a külföldi befolyás, az, ahogy te is fogalmaztál... Igen, azt mondok, amit szeretnék. Ez egy régi dolog. Tehát én azért emlékszem, a 2010-es kormányváltási időszakból is egy csomószor forgattam már ilyen oknyomozó anyagokat arról, hogy különféle civil szervezetek hogyan kapnak egyébként akár, nem tudom én, norvég forrásokat, akár amerikai forrásokat, és a többi. Ez a rendszer most nagyon röviden, tömören elmesélem, hogy hogy működik. Vannak civil szervezetek, vannak médiumok, és vannak politikai pártok, akik a végén egyébként ugyanabból a forrásból működnek. És hogy
próbálnak ügyeket generálni. Egyébként régebben ez már jobban ment nekik, de ugye minél többször mondjuk el, hogy ez hogy működik, egyre kevésbé működik ez a konstrukció. Ugye eddig úgy volt, hogy mondjuk volt egy civil szervezet, aki kitalálta, hogy mondjuk hát Magyarországon borzasztó állapotban van mondjuk a sajtószabadság. Oké. Készítettek egy tanulmányt arról, hogy hát a magyar sajtószabadság az borzasztó állapotban van. A média, amely egyébként ugyanonnan kapja a forrásokat, megírta a 826 millió cikkben, ugye megírja a sajtó, hogy borzasztó állapotban van a sajtó. Tehát, hogy ha borzasztó állapotban lenne a sajtó, akkor nem írhatná meg a sajtó, hogy borzasztó állapotban van a sajtó, de ez egy másik kérdés. Majd jöttek a politikusok, akik már a két első szereplő felnagyítását megpróbálták becsatornázni az emberek irányába, hogy hát itt tényleg borzasztó állapotban van a sajtó szabadság, és hogy tüntetni kell, stb. Stb. És ugyanezt a példát próbálják minden alkalommal eljátszani, és valóban az történt, hogy eddig ezt megpróbálták, vagy meg tudták csinálni fű alatt, de a kiváló kapitány úrnak köszönhetően, akit ma már sokat emlegettünk, ugye kiderült, ő elmondta, hogy a kampány időszakban is, és egyébként azóta is, ezt az egészet az Egyesült Államokból fizetik. Tehát amit eddig sejtettünk, azt ma már tudjuk. De még egyszer mondom, tehát az, hogyha valakit külföldről fizetnek, hát nem akarok itt megint elkeseríteni senkit, de hogyha valakit külföldről fizetnek, akkor a megrendelőnek az érdekeit fogja mindig képviselni, és a magyar érdek az hátrébb fog sorolódni ebben az esetben, szóval aki külföldről fizetnek, az a külföldi megrendelőinek az érdekét fogja megpróbálni végrehajtani és azt szolgálni. És ugye ez volt a soros hálózatnál is, tehát mi írtunk az intézetnek egy könyvet erről, hogy hogyan épült ki a 80-as években, a 90-es években milyen technikákat választottak, mi a céljuk, tehát nagyon részletesen ezt bemutattuk egyébként egy hosszú könyvben, és emlékszem rá, 2015-ben azt mondták, hogy ez hazugság, Soros György már nem is foglalkozik Magyarországgal, ezek az NGO-k itt vannak, de nem is csinálnak valójában semmit, tehát ugye ez volt akkor a mantra, és aztán mutattuk be, elmondtuk, elmagyaráztuk, és annyira jól csináltuk, hogy kijött a fényre, és Soros György elkezdte saját maga, ezt az RTL Klubnak adott interjúban először hát támadni a magyar kormányt, és akkor többször volt is egy ilyen interjú, tehát ugye kijöttek a fényre, és láthatóvá vált az, amiről beszéltünk sokáig. De ilyen volt a külföldi finanszírozás is, tehát a korábbi kampányok alkalmával is gyakorlatilag szóról-szóra lemásolták az amerikai korábbi kampányokat, és semmilyen köze nem volt egyébként a magyar valósághoz. Akkor is már lehetett sejteni, hogy itt valami van a háttérben, csak ugye ez nem volt eddig nyilvánvaló. És ugye itt se lett volna nyilvánvaló, hogy Márki-Zay Péter itt is nagy segítséget tett, mert ugye elszólta magát, tehát ugye elmondta, hát igen, nem tudom, valahány milliárd még mindig maradt, kaptuk Amerikából, meg nem tudom micsoda, tehát ugye ez volt. És eladják, hogy mikroadományok, aztán pont ugye a Megafonnál bemutattuk, hogy ez is hazugság volt, mert semmilyen mikroadomány nem volt, tehát 11 tételben, tehát több százmilliós összegekben érkezett az Egyesült Államokból ez a forrás, tehát ezeket mind-mind szépen be lehet mutatni, és onnantól kezdve, amikor egy beruházást elkezdenek támadni, egyértelműen látszik, hogy mi az érdekük, fizetik őket külföldről, és nem Magyarországon akarják ezt a beruházást megvalósítani, hanem menjen mondjuk máshova. Mert az a beruházás, amiért versenyez egyébként Spanyolország, Németország, sőt Franciaország is versenyez ezekért a beruházásokért, az nagyon jó helyen lesz ott, és akkor nem mondják, hogy Magyarországon meg majd itt csináljuk a balhét, itt akkor el fog menekülni innen ez a befektető, és nem itt fogja megvalósítani ezt a beruházást, mert azért ez akkora hülye mantra, hogy ezek rossz beruházások, hogy azt mondják, hogy ez nem is jó, ez nem is kell senkinek, ez azért hozzák ide, mert hogy a magyarok hülyék, és igazából ide csak ez a beruházás kell. Hát ilyen beruházásért nem fognak versenyezni Franciaországban, meg Németországban. Most a Macron pont egy nagyon nagy akkumulátorgyári versenyzett más országokkal, mindenféle támogatást megadtak, hogy oda menjen, és most nagy örömmel jelentették be, hogy a Debreceninél sokkal nagyobb akkumulátorgyár beruházás fog megvalósulni például Franciaországban. Tehát ezekkel mindig szépen rá kell világítani erre, mert a mozgatórugó mindig ez. Tehát bármilyen témát látunk, bármilyen ilyen tüntetésszervezés, vagy ilyen dezinformációt, vagy destabilizációs próbálkozást látunk, mindig ez áll mögötte, és ez lesz most
a legnyilvánvalóbb szerint a mostani kampányban is, és hát az, hogy az amerikai nagykövet is ilyen nyíltan beavatkozik már a magyar belpolitikába, tehát az tényleg példa nélküli, mert ezt is régen azért ügyesebben csinálták, tehát akkor megcsinálták a Szabó Tímán keresztül például, akkor a Szabó Tíma bement a műsorokba, és akkor mondta azt, amit mondjuk az aktuális amerikai baloldali vezetés akart hallani, most már az amerikai nagyköveten keresztül csinálják ezt, ez is teljesen nyíltan zajlik. Plakátkampányt csinálnak a nagykövetségnek a megbízásából, azt is hogy nem egy baloldali háttérember, aki találkozik a Pankotai Lilivel a tüntetés előtt, majd bemegy az ATV-be ugyanaz az ember, és elemzi, hogy a Pankotai Lili milyen szuper volt a tüntetésen, és hogy ez mekkora nagyszabású esemény volt. Tehát egészen szűrés, és így jó, hogy ez így kijött a fényre, mert ezt csinálják évtizedek óta, csak most ez így láthatóvá válik, és gyakorlatilag így nevetséges az egész, hogy mennyire átlátszó, de ehhez is ugye azt kellett, hogy ezt bemutassuk, mert hogyha mit tudom, Karácsony is bemegy az ATV-be, azt mondja, hogy háborúban állunk Oroszországgal, lehet, hogy ezt egyébként egyszer sem veszi senki, tehát megnézi, mint 50 ezer ember azt a műsort, másnapra már mindenki elfelejti, hogy egyetlen ott volt a TV-ben, de hát ugye azért vagyunk mi, hogy ezt észrevegyük, ezt bemutassuk, és mondjuk minél több embernek, hogy ilyen veszélyes dolgokat mond ez az ember. Tehát szerintem ez az, ami egyértelműen nekik fáj, és ezért is látjuk azt, hogy nagyon idegesek, amikor ezekre folyamatosan felhívjuk a figyelmet. Ugye szívesen beszélnék, de önmegtartóztató leszek, úgyhogy polgármester úrnak átadom a mikrofont, hogy a kérdésekre legyen idő. Én szaporítsam a szót. De az annyira igaz, hogy amikor már Márki Zaj Péter elkezdte ezt a veszőfutást, akkor már tényleg olyan szinten volt, hogy egy rendszeres, állandó ATV néző, egyenes beszéd nézővé váltam is, már alig vártuk, hogy ő következzen. Aztán el is kapcsoltam, amikor az elején Egon elmondta, hogy kik lesznek a vendégek, ha ő nem ő volt, vagy Gergely, akkor elkapcsoltuk. Hát lehet, hogy majd a helyi tévében meghívjuk interjúra, vagy a Kalcak TV-ben, hogy segítse a kampányt az arany köpéseivel. Köszönöm szépen az érdekes beszélgetést. Akkor a mai este végére értünk. Köszönöm szépen Bohár Dánielnek és Deák Dánielnek, hogy eljöttek hozzánk. Sok sikert kívánok nekik ezzel nem könnyű feladathoz, sok erőt és kitartást, és innen közülünk minél több támogatót. Most azt szeretném még kérni a jelenlévőktől, hogy ne menjünk már el, meg csinálnánk egy közös képet, ebben majd Daniék mindjárt közreműködnek, segítenek, mert én nem tudok bánni ezekkel a telefonokkal, de álljatok fel, legyetek szívesek, és akkor csinálnánk egy közös képet, és akkor utána mindenkinek köszönöm, hogy eljött, és kellemes estét. Igazán érdekes fórumon vagyunk túl, Huba Imrével, a vármegyei közgyűlés elnökével beszélgetünk. Tartalmas volt a beszélgetés a két neki volt vendéggel. Önnek mi volt az a pont, amikor azt érezte, hogy igen, egy kicsit most feloldódott a közönség is, és kapott olyan plusz információt, amiért érdemes volt ma eljönni? Én úgy érzem, hogy a Megafon véleményvezéreit, mind Bohár Dánielt, mind Deák Dánielt szinte az egész ország ismeri, és azok a bejelentkezések, amiket akár élőben, akár pedig felvételről, vagy egy stúdióbeszélgetésben láthattunk tőlük, azok tényleg egy olyan oldaláról mutatják be a politikát, amivel egyrészt azt is lehet mondani, hogy nem kell annyira komolyan venni, akár az ellenzéki beszólásokat, csatározásokat, mert ez nem annak szól, aki valóban érdemi munkát végez, hanem ez csak a bosszantás és az ellenzéki szavazótábornak a megszólítását és annak a fajta kíváncsiságnak a kielégítését szolgálja, mint az ellenzéki politikusok megnyilvánulnak, ugyanakkor rettentően káros az országra nézve, amikor ezt a nemzetközi média térben teszik. És talán a média szakértőktől, a kommunikációs szakértőktől ez a mai tanácsadás és beszélgetés azért is volt nagyon tanulságos, mert én azt érzékelem, hogy a közösségi média egyre inkább kezdi szűrni a véleményeket, és egyre inkább kezdi kirekeszteni a nemzeti konzervatív megnyilvánulásokat, és helyébe a nemzetközi mainstream, a liberális média támogató gondolatait teszi, és engem rendkívül módon bánt, hogy hazafias, nemzeti érzelmű emberként az állampolgárokért, itt Jászlóskun-Szolnok vármegyében 370 ezer emberért felelősséget érző emberként
azt kell, hogy tapasztaljam, hogy azok az értékek, azok az érdemek, amiket Magyarország föl tud mutatni, azok háttérbe szorulnak a nyugat-európai véleményvezérek által megszűrt véleményeknek köszönhetően. És én rendkívül módon szorítok a magyar EU parlamenti képviselőknek, Magyarország kormányának, a térség országgyűlési képviselőnek is, hogy túl tudják tenni magukat, át tudják segíteni magukat azokon a korlátokon, amit a liberális média húz eléjük. És nagyon fontosak a helyi televíziók, nagyon fontosak a helyi sajtóorgánumok, nagyon fontos, hogy mi emberek, akik itt élünk, kommunikáljunk egymással, mondjuk el a véleményünket, és ne engedjük, hogy beszüremkedjenek az idegen ideológiák, és ne engedjük azt sem, hogy megváltoztassák a hazánkhoz, a hazafias érzelmeinkhez fűződő viszonyunkat. Nekem ez volt talán a legtanulságosabb, amellett, hogy volt a szórakoztató elemek, szórakoztató és vidám kis történetek abból, hogy egy ilyen napi munka hogyan zajlik, és valójában milyen háttere van egy-egy kommunikációs panelnek, de azt látom, hogy Tiszafüred lakossága és a térség rendkívül módon egyben van, összetartunk, érezzük azt, hogy ebben van az erőnk, ebben van a megmaradásunk, és mint ahogy évezeteken keresztül a Kárpát-medencében azt tartotta meg az embereket, hogy megtanultak együtt élni a természettel, mi is meg fogunk tanulni együtt élni a liberális mainstream média nyomulásával, fölül fogunk tudni rajta emelkedni, és meg fogjuk tudni mutatni, hogy számunkra a valódi értékek jelentik a kommunikáció magját, és nem pedig a felszínes, és nem pedig az ideológiák által vezérelt véleményfonalak, amiket megpróbálnak ránk erőltetni. Akkor mondhatjuk, hogy mai este ehhez egy segédanyagot biztosította azoknak, akik ezt végighallgatták. Így van, és szerkesztőasszonynak is remélem, hogy egy segédanyagot biztosított, hiszen az önmunkájában is nagyon fontos, hogy hitelesen tájékoztassa az embereket, hitelesen mutassa meg azokat az eredményeket, azokat az értékeket, és akár a problémákat, problémafelvetést is, ami érdekli az embereket, és valóban érdekli az embereket. Bennünket nem kell meggyőzni arról, hogy hányféle nem van, nem kell meggyőzni, nem kell átalakítani a véleményünket arról, hogy például mit gondoljunk a gyermekeink neveléséről. Nem kell bennünket lebeszélni arról, hogy legyünk hazafias nemzeti érzelmiek, hogy utasítsuk el a migrációt, vagy akár utasítsuk el azt a fajta nyomást, amit a jogállamiságunknak a fennmaradása érdekében minden magyar állampolgárnak fontosnak kell tartani. Nem hagyjuk, hogy ránk telepedjenek Nyugat-Európából, és ez pont a helyi médiumoknak, a helyi közösségeknek is köszönhető, hogy meg tudunk maradni, fent tudunk maradni. Ezek a kis közösségek összekapaszkodnak, egymásba kapaszkodnak, a végén egy olyan szép bonthatatlan szövetet fogunk alkotni, amivel minden ilyen nyugat-európai, vagy akár bárhonnan érkezzen, akár tengeren túlról érkező próbálkozások le fognak pattanni, és meg fogjuk tudni védeni azokat az alapértékeket, amitől mi Istent, a hazánkat és a családunkat nem fogjuk elengedni, és soha nem fogjuk hagyni, hogy támadások érjék, nemtelen támadások érjék a társadalmunkat, és nem fogjuk azt sem megengedni, hogy átalakítsanak bennünket, és ezzel a nyomással járhat az is, hogy forrás veszít Magyarország, járhat az is, hogy folyamatosan kispadra fognak tenni bennünket, akár a soros magyar-európai uniós elnökséget is ellehetetlenítetik, vagy akár meg is akarályozhatják, de bennünket ez sem fog eltántorítani az elveinktől, mert magyar emberként nekünk az elveink a legfontosabbak. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen is!